Na, elég gyorsan be is töltődött itt minden. Igazából azóta se tudok elsülni, mert nagyon jól sikerült tényleg. Legalábbis nagyon tetszik nekem ez az egész, hogy megcsinálták. Na, lényegében ugye tegnap ott hagytuk abba, hogy miután Franket felraktuk a repülőre, úgymond egy kimerítő hajsza volt Morello után, ugye a bandák összecsaptak. Úgyhogy háború tombolt az utcákon lényegében, Morellót végül elkaptuk, végeztünk vele. Úgyhogy most akkor onnan folytatjuk. Hey, Tommy. Boss said you got something for me. Na, egy kis mesterlövész puskával nyitunk, ahogy látom. Salieri wants us to run like clockwork, so no heat to the guy's headbursts. I hit little Tony, stash one of these, where you need it. So, up high in the old prison? Yeah. Family's got a lot of history in that place. Hoodzu live there now. Ain't so classy. So watch yourself. Little Tony locked the rifle up tight in a room with a view. Up on the top floor. Sick of that politician shit in the papers, Tommy. We own this town now. Right between the eyes, huh? Find a way inside and make for the guard tower. Top deck is locked. That's what the key's for. Most előjesz, ezt nem adja oda a rohadék. Pedig úgy lett volna jó. Na, kerítsünk egy verdát gyorsan. Az a kettő az ugyanaz, nem? Csak izébe, az a taxiba. Ja. Ez meg a Mafia 2-ből való, 3-ból. V16-os roadster. Beszarás azért, hogy abban az időben V16-os motort csináltak. Állatok. Fletcher. A motor is. Azt nézem, hogy melyik lehet a legjobb. Hát egyébként ez is barom jó. De talán, hát talán ez. Megnézem ezt most. Jó lesz. Hát kanyarodni ugyanúgy nem kanyarodik ez se. Menni megy. Menni faszán megy. Baszki. Megyünk szembe akkor. Pillanatra nem láttam, minek fogok neki menni. Kicsit leszedálom a HP-t, úgyse kell neki. Azt mondja, hogy valami börtönbe kell itt mennünk.
Ez börtön? Hát elég szarul néz ki, vagy ez most nem értem. Ez lenne itt az mellettünk. Mondjuk az ablakai már hasonlítanak. Már persze nem azért, mert hogy én voltam, hogy tudnám, csak... Oké, itt felmászunk szerintem. Said you wanted the guard tower. Bade me to mark the way with this sign. Folks go through the sewer. Only way in. Szia, Desert, üdvözöllek. Hey, get out there! We ain't going nowhere. Turn around! Jó, Burton. Ma még dobálózik is. Börtönnek hiányzik az oldala, baszki. Kemény. Na hát akkor mondjuk a csatornába. Lopakodni kéne. I'm warning you, mister. Hát ebből lopakodás már nem lesz. Csak megyünk előre. Na, meg is jöttünk ide a belső udvarra. Hát te ki vagy? This is our home. Why can't you people understand that? El vagy csúsz, ó, basszus, de jó, hogy szólsz, köszi. Nem tudom, hogy miért csinálja. Ja, valóban. Na most. Még lehet azért csináljam néha, mert az izével játszok. A képernyőm az teljesen más, mint amire lesz kijelöltetem. Aztán lehet, hogy az zavarja be. Na mi? Miért nem rakja el? Úgy. Ja, de... Ja, H-val lehet elrakni. Jó, oké. There you, cop! You're locked up tight, not getting in! Hát, te ki vagy? Someone's coming through! Na, engedjük ki a mókust. Kíváncsiból felnéztem a YouTube-ra, ugye most mindenki a maffiáról tölt fel videókat. És akkor azzal a kamu dumával, hogy hogy klasszik nehézségi szinten tolta. Ezt ott bukott meg a dolog, hogy néztem, ugye amikor a versenykocsit megbuherálják, azt vissza kell vinni, az arra nekem volt 2 percem klasszik módba. Csávó, aki meg feltöltötte a videót, hogy ő klasszikba játszik, 4 percet kapott rá, mondom, ekkora egy szarkamukat. Ez az autóversenyzős rész szerintem sokaknak nem ment, mert...
Nem mindegy, hogy 4 percet van visszavinni a Verdát, vagy csak 2. Azt mondja, hogy... Moonshine! Bullshit! Az igen. What the hell was in that stuff? Elmondom nektek őszintén, szart se látok. De még így se. Ezt nem vágom. Nézzük csak. Itt ennyire sötét lenne, vagy mi? Úgy ezért adhattak volna a lámpát. Na mindegy. Azt mondja, hogy erre kell átmenni. Tele vagyunk lőszerből. Ez a börtön inkább tudjátok, hogy mire hasonlít? Az Arkham Asylum-ra izéből. A Batmanből, szerintem. Na, kinyitottam ezt az ajtót, nagyon fasza. Bolondok ezek szerintem. Itt van egy gyűjthető cucc. Most ne löködjél, haver. Hey, last chance. With us again. Kicsit el vagytok ti tévedve. Na hát ennyi. Nem bírnak magukkal, sőt. Leszek olyan genyó. Az biztos nem jött a túl. Na. A mellettünk lévő cellába ott van egy begyűjthető cucc, de zár van a cella. Hát ez nekünk nem annyira fasza. Hogy lehet ezt kinyitni? Na mindegy, később gondolom majd kinyílik a sztori folyamán. Ja nem! Itt van a nyitókar. A celláknak a nyitókarja. Mindig elfelejtem, hogy a régi amerikai börtönök azok így működtek. Egy központi nyitókar nyitja az összes ajtót. Na, meg is vagyunk. Na, meg kell találnunk az őrtornyot. Az igen.
Jó hely ez. A szárny. Itt valami villant. Itt van lőszer, mondjuk az majd később lesz fontos. Ott van egy begyűjthető, meg itt is van. Close to the guard tower. Real close. Elevator's out, but you can take the stairs. Okay, megtalálom. Erre kell mennünk, guard tower. Csak közben gyűjtögetek. Itt nem fogok átmenni, hogy látom. Kicsit szellős a hely. Szerintem itt van nekünk hagy valami mesterlövész puska, aha. Így most már tuti biztos. Kill the politician. Na, ide rakták nekünk a felszerelést. Ez pedig erősen izé német gyártmányú mesterlövész puska, a szkópon lehet látni, meg szerintem az alapja egy izé K98-as. Na, hát akkor megjöttünk szerintem. Persze. Tök egyértelmű volt, hogy lesz valami. Shit. Még jó, hogy nem vettem fel a HP-t. Lesz itt annyi rendőr, mint a nyű. Ez mi a tököm? A fegyver az csak van nálam. Azt mondja, hogy ide kell bejönnem a gyűjthető cuccér. Nagyon jó. Fordulóba vissza. Nem, hogy jutok el oda? Lehet, hogy itt ki tudok menni az udvarra lent. Mondjuk egyértelműen más irány nincs. Jövök erre. Ajha, de jól néz ki. Mi ez? Villamos szék? Vagy... Szerintem az. Fasza. Az villamos szék. Kivégző hely. Próbáljunk meg lopakodni szerintem. Hát, ha sikerül. Itt is van egy gyűjthető. Lehet, hogy nem fog menni. Ez a lopakodós sztori. De, menni fog. El lehet őket messzebbről is kapni. Itt egy kollekti.
zsír. Detain everyone you see. The police. It's the police. Megpróbálok kimenni. Szia, Axial, üdvözöllek. Megpróbálok úgy kimenni, hogy a rendőröket ne kelljen ölni. Aztán, hogy ez mennyire fog összejönni, ez majd kiderül, de ezt most le tudom pont ütni hátulról. Így is jó. Annyira mégse. Jó. Nem jött be a tervem. Picsába. Na hát akkor innen most már nem lopakodok tovább, mert felesleges. Ez micsoda? Ó, bazd meg! Ezt nem is láttam, hogy itt bújkál paraszt. Na mindegy, van ilyen. Detain everyone you see. The police. It's the police. Érdekes. We'll only come back, you bastards. De jól megy. Anyádat. Jaj, gyerekek! Kicsit bele kell rázódni, tegnap óta itt a célzás, mert nagyon okádékú célzok. Sokkal jobb. Mi a picsa van, gyerekek, máma? Ezek megtanultak ilyen pontosan lőni, vagy csak én vagyok ennyire lassú? Egyelőre még nem jöttem rá. Now.
Hogy nem hal meg, fejbe lövöm háromszor? Hát baszki, hány fejlövés kell neki? Baszki, ilyen nincs. Ezt láttátok, nemhogy a shotgunos fejbe lőttem. Nem, pecselték a játékot tegnap óta. Nehezebb lett kettővel. Na mindegy. Most még kevesebbet látok. Mondom, ezek... Hány fejlővés kell, baszki? Bepecselték a játékot? Bolondok vagytok? Meg honnan talál így el? Ez itt megint volt, hogy valamelyik fejbe lőttem legalább kétszer. Vannak bajok rendesen. Megyek erre, mert itt nem szakadok oda le. De ahogy látom, mondjuk kurva mindegy. Nagyon ver. Shotgun. Túlélt. Kell várni a tárazást. Soti azért jó, mert nem lehet vele téveszteni. Vagy a középre kéne lefutni, de jó. Nem tudom, minek nyitottam ki. Nincs valami lőszer vagy HP valamelyikbe. Nincs. Hát akkor jó. Megyünk tovább egyel. Jönnek a rendőrök. Ezt lehet, hogy én lövök kicsit fölé, nem tudom. Oké. Kell a pisztoly. És a shoti lőszer is kell. Nagyon jó.
Kellene hírt találni. Ah, megvan. Hát valamit ki lehet rúgni. Bazd meg. Megérkeztünk. Nem, ettől nem fekszik be, bazd meg. Na, így is jó. Eskulótól ketten is. Az a rész, hogy akkor menjünk. Halál lesz. Jó, köszi, ez halál. A leglomhább szart fogtam ki. Amit lehetett. Azok FBI-osok amúgy. Jó, hát ez várható is volt. Na még egyszer, keresek valami másik autót, mert ez tank. Ez nem volt jó. Ez nem volt jó ötlet. Király. Elindulsz még ma, geci? Szerintem én gyalog fogok elmenni innen a picsába. Biztos lehetsz benne, hogy nem ülök be egy autóba se, hát ez valami gyökérség. Tökön fog itt autózgatni. Mire elindítja, lemegy a kibaszottnak. Rábasztok erre, bazd meg! Nem is nem haltál meg. Na, ezzel már nem kell elmenni. Csak elfogynak a végére. Ott a motor majd azzal. Anyád? Hol van az az egy? Ez vicc. Ez vicc volt. Mondjuk most csak HP-m nem maradt. Na, a srácok rendőrmotort még úgyse láttatok. Kanyarodni ez se fog jobban. De ezzel meg lehet lépni. Jó,
szerintem itt egy előre megállok valahol. Ezt kivárom, hogy lemenjen a körözés. Oké, köszönjük. Most már loptunk egy ilyet is akkor. Ja, hogyha ezével vagyok, az se tetszik nekik. Hogyha rendőrcuccot vezetek, legyen az motor vagy autó. Az derék. Ezzel kapásból két körözés jár. Ott hagyták a múcsát. Gazdájának már nem kellett. Közben visszaveszem a izét, amit felraktam, mert igazából nem volt jelentősége, csak így meg ugye el lett állítva a brightness. Ez most komoly. Kaptam el is amúgy achievementet, úgyhogy szarok rá. Ezért is járt egy achievement. Ajha, ilyen autóval nem is voltunk, de nem baj, jó lesz. Na. Mindjárt megmondom. Azt mondja, hogy not taken in. Azt mondja, hogy resisted arrest by the Lost Heaven Police Department. Nem tudom, hogy... Gondolom ez az, hogy nem hagytam magam elfogni. Vagyis hát biztos...
No fene, ilyen házam van. Ezt elbasztuk. Did you hear about this Turnbull? Heard he was crooked as the day is long. Says in the paper he's going to be remembered for fighting to pass the 19th Amendment. Put his whole career on the line for it. Which one was that again? Woman's suffrage, you idiot. He gave me the right to vote, Tom. Gave it to his wife and 6 daughters, too. Guess nobody's just one thing, are they? Guess not. I gotta go to work. Tom, don't do nothing you don't want to be remembered for, you hear me? Probably too late for that. Úgy látszik, itt a 40-es évek fele már ezébe, laza bőrkabátba mászkálunk. Kezd kimenni a divatból az öltöny. Excellent. Yeah, it's great, boss. And this is just a taste. I got a line on a whole shipment of Cameroons that have been impounded by customs. You guys are going to grab them. You want us to boost cigars. Something wrong with that? Customers in our nightclubs are paid through the nose for quality cigars. Still, it seems, I don't know, small time. I just knew you were a smart one, Tom. Can't put nothing past you. Small time is exactly right. That's how it's supposed to look, anyhow. The cigars are just a cover for a shipment of hot ice. The smuggled diamonds have been hidden in some of the boxes. But the feds haven't found them yet. We're stealing diamonds from the feds? Don't worry about it. I've already discussed all the details with Sam here. He'll fill you in. Now, I got a meeting with the mayor at his favorite gentleman's club. Work out the details together. But I want those cigars back here before anyone catches on to the real loot. You got it? Sure, boss. Great. Kiadtam el ott, aztán megy a klubba. Don't drink all the good stuff while I'm gone. Ez az igazi. Na, mindezt így gyémántot fogunk rabolni. Ez jó buli. Van cash. Boss and I worked it out last night. We got a plan. Now, I'm not saying it's a good plan, but it won't get us killed. Probably. So what then? We got a guy on the inside or something? No. We gotta do this on our own. And it'll be rough. Cigars are packed in crates at the harbor. Shit. The place will be crawling with security. Yeah. Brute force won't work. We gotta play this one cool. So we're gonna steal a customs truck. Slip right in. Yeah, cigiről van szó. And kill the poor bastard driver. No. We'll just scare him a bit. All we need is his paperwork. Right. We don't need the hassle of dumping a body. Come on. See if we can get eyes on a customs truck down by the docks. You all right, Tom? Yeah. Just trying to figure out the angle is up. What's there to figure? Boss says a job needs doing, we're doing it. Just seems like a lot to put on the line. Even for some diamonds. The feds pinch us. We could do serious time. Then let's make sure we don't get caught. Right? Yeah. I got gear for the job stashed down near the harbor. If either of yous need something special, go see Vinny. All I need is a stiff drink. For Christ's sake, Polly,
Just lay off for one night, please.